Sziasztok! Melinda vagyok a Dapper Drachentől, és ma egy olyan témáról szeretnék mesélni nektek, amiről a vlogot a vlog playlistben láthatjátok, lejátszási listában láthatjátok, az angolul van, de általában próbálok mindenből egy angol és egy magyar videót is készíteni, picit különböző tartalommal, picit a közönségre szabva, azért, hogy a témák mindenkihez eljuthassanak. Szóval ma arról lesz szó, hogy a babámmal ma nem máshol jártunk, mint az adóhivatalnál itt Hollandiában. A vlogban megélhettétek velem a csodálatos és romantikus eseményt, hogy bemehettem az adóhivatalhoz elmagyarázni, hogy én egy létező cég vagyok, annak ellenére, hogy nagyon kis profitot termelek egyelőre, mert hogy ki lettem választva egy ilyen elvileg random ellenőrzésre, hogy 2017-es évben én nem termeltem elég profitot, illetve nem investáltam eleget a cégembe, és ezért ők úgy veszik, hogy én nem vagyok vállalkozás, aminek különböző financiális és hát nyilván elsősorban adóval kapcsolatos negatív hatásai lennének a számláinkra. Illetve úgy elvből is hát erre reagálni kell, úgyhogy ma a romantikus csapatommal, ami a páromat, a kisbabánkat és az egyébként szuper drága könyvelőmet jelenti, elmentünk hozzájuk, hogy elmagyarázzuk, hogy mi a helyzet, és hát igazából azért érdekes ez az egész. Nyilván azok, akik követnek engem a Dapper Drache első perceitől kezdve, ők tudták azt, hogy így áprilistől ez az ügy folyik, és hát nem a legjobb érzés, amikor azt mondják az embernek, hogy tudod, amit csinálsz, azt te nem is csinálod. Tehát nyilván nem ez volt a fekete-fehér üzenet, és ezt nem bántásnak vettem, ez egy teljesen száraz, viszonylag objektív ügy, de az embernek mégis így landol, mégis egy ilyen csalódásként is meg lehet élni ezt, és pontosan ezért döntöttem el, hogy elkészítem ezt a videót, és ilyen formán így magyarul, mert úgy gondolom, hogy van három dolog, amit ebből az egész ügyből tanulhatunk. Először engedjétek meg, hogy még egy pár szót meséljek arról, hogy hogy is volt ez ma. Ez úgy nézett ki, hogy elmentünk az adóhivatalba, én a gyermekemmel, párommal, könyvelőmmel megjelentem, és ahogy ez lenni szokott, 10 percen belül a gyermekemmel, a cicimen magyaráztam az adóhivatalban arról, hogy pontosan mi a cégem missziója, és piros posgás arccal teljesen beleélve magam közöltem velük, hogyha ez nem vállalkozás, akkor nem tudom, hogy mi az, illetve azt is megosztottam velük, hogy tulajdonképpen az egyik legnagyobb beruházásom eddig ebbe a vállalkozásba maga az, hogy megjelentem itt egy könyvelővel, aki vidékről felutazott velünk, hogy ott üljön az asztalnál, és órabérben dolgozik, úgyhogy gondolhatják, hogy nem viccelek. És tulajdonképpen ezt a pénzt, amit erre szántam, beletehettem volna például hordozókendőkbe is, amiket rendszeresen eladok, és akkor az ő általuk megkívánt pénztermelés sokkal nagyobb mértékben lehetne jelen, tehát szépen elmeséltem nekik. És ekkor, amikor hazaértem, arra gondoltam, hogy ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy én nem ilyen voltam. Én nem voltam ilyen magabiztos, és amikor egy konfliktusról volt szó, engem megtalálhattatok egy sarokba, vagy a fürdőszobába, olyan gyomorgörcse, hogy nem bírtam onnan kijönni. Ehhez képest azt gondolom, hogy az ember 30-á érik, és egyre többet tanul, és a gyermekeim a legnagyobb tanítómestereim, és nézzétek, hogy most hol vagyok, és hogy beszélek erről az egészről, és ez a mai sztori lényege, a három dolog. Az egyik az, és mindegyiket külön ki fogom bontogatni nektek, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan állunk hozzá egy konfliktushoz, legyőzni a félelmeinket, és a konfliktus kerülés helyett frankon belenézni racionálisan, miről is van szó, és hogy lehet ezt a legjobban megoldani, fölvenni azokat az embereket, megkérni a segítséget azoktól, akik erre érdemesek, és akik tényleg érdemben tudnak segíteni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hogyan is működik ez a munka gyermekkel, hiszen
Ez olyan kérdés, amit nagyon sokan kérdeznek tőlem, hogy hogy dolgozol a gyerekeiddel, mert tulajdonképpen én egy ilyen otthoni anyuka vagyok, és amellett építem a cégemet. A harmadik, amit ebből talán el lehet mesélni ebből a történetből, vagy a harmadik olyan tanulság, amit le lehet belőle vonni, az az, hogy nem szabad feladni egy vállalkozást akkor, hogyha valaki megkérdőjelezi, hogy amit csinálsz, az létezik-e, vagy milyen, vagy hogy van. Bontsuk ki ezeket a témákat, csak egy picit. Az első, a legegyszerűbb, hogyan dolgozom én a gyermekeimmel. Két kisfiam van, az egyik már óvodáskorú, a másik még picike. Végig velem voltak, a Dapper Drache egy igazi családi vállalkozás, a párom is sokat tesz értünk, és a gyerekeim is mindig mellettem voltak. Amikor még picik, akkor ez egyszerű, mert vagy cicim vannak, és akkor azért vannak csöndben, vagy az ölemben vannak, és azért vannak csöndben. Ahogy egyre nagyobbak, nyilván egyre nagyobb a kihívás is. Jelen pillanatban két napot megy a óvodába a nagyobbik fiam. Ilyenkor intézem a legtöbb dolgot, ezek az én munkanapjaim, kedden és pénteken, és a pici itt van mellettem, és én ezt nagyon szeretem. Őszintén megmondom, soha nem kellett amiatt aggódnom, hogy időben elmenjek a kisfiamért, hogy fog-e időben cicit kapni, nem probléma ez soha. Hogyha olyat csinálok, például konzultációt tartok, ahova kisbabával jönnek, akkor azt úgy szervezem, hogy a párom itthon legyen, vagy valaki segítsen. Ami egyébként elég nehéz, mert itt Hollandiában, hogyha anyukám vagy a tesó nincs itt, akkor nincsen segítségünk általában. De azért így egy-egy alkalomra akad, tehát hál' Istennek elég jó a networkön most már, de próbálom úgy megoldani, hogy családban maradjon. Tehát, hogyha nem velem vannak a gyerekek, akkor az apukájukkal vannak, és ez a célom gyakorlatilag, így neveljük őket, és amiben lehet, be is vonom őket. Tehát tudják, hogy mit csinálok, a nagyobbik fiam már megkérdezi, hogy mit fogsz csinálni, mit fogsz tanítani, szopizásban fogsz valakinek segíteni, vagy hordozásban, vagy mi lesz a téma, úgyhogy ez nagyon szuper dolog, és valóban, nem tudom, hogy hallottátok, az új-zélandi parlament feje egy hölgy, a miniszterasszony simán beviszi a babáját egy-egy vitára, és szoptat vita közben, és ez a legjobb, hát nem kell egy hölgynek idegeskedni amiatt, hogy úristen, mi van a gyerekkel, éljük tovább az életünket, ahogy ez mindig is volt a történelemben, kivéve az elmúlt, nem tudom, 200-300 évet, amikor ez kiment a divatból. Én úgy gondolom, hogy ez egy buta dolog, hogyha ez nincs a divatban, hiszen mindenki szépen mehet tovább a maga útján, más gyerekekkel dolgozni hektikusabb, sokkal jobban oda kell figyelni, megváltozik a ritmus, de nem lehetetlen, és én azt gondolom, hogy én rengeteg energiát merítek belőle, sőt, amikor egy-egy unalmas irodai meetingen találkozón ott van velem a kisbabánk, akkor lehet látni, hogy hova tartunk. Akkor egyértelmű mindenki számára, hogy amiben most mi erőt és energiát fektetünk, az egy jövőt épít a következő generációnak. Ez egy csodálatos üzenet, és én ezt szó szerint hordozom magammal minden nap. Hát ennél jobb szerintem nem is lehet. Szóval ez volt az egyik dolog. Erről majd még szeretnék videókat készíteni, hogy hogyan dolgozom pontosan a gyerekekkel, de dióhéjban erről most ennyit. A másik lényeges pont az az volt, hogy konfliktuskerülés. Egy ilyen helyzetben az első időkben, egy pár napig bizony visszaléptem én is a gyomorgörcs stratégiához sajnos, aztán rájöttem, hogy ez egyrészt pénzről szól, és soha nem vehet ez el időt a családomtól. Egyszerűen ez nem, tehát ott a prioritások nincsenek rendben, hogyha én hagyom, hogy ezt megtörténjen. Tehát ezt sikerült racionalizálni. Másrészt hát nem fogok elszaladni előle. Tehát ez az egy életem van, ebben kell megoldani. És ez az, amit megtanultam, hogy képes vagyok nyugodtan leülni, akár a humoros oldalát is látni, mert ma, hogyha megnézitek a vlogomat, akkor is, hogyha nem beszéltek angolul, ezt akkor filmeztem, tehát mielőtt mentünk, ahogy ott voltunk, amikor visszajöttünk, majd ide linkelem ezt egyébként nektek, mosolygok, és jó kedvünk volt. Tehát ott ültünk ugye mi négyen a babámmal, a párommal, és a
és a pénzügyi szakemberrel, és szembe velünk két ember az adóhivataltól, és tulajdonképpen ez egy jó gyakorlat volt arra, hogy gyakoroljam, amit úgy hívnak, hogy the elevator pitch, szóval amikor elmondod egy perc alatt, hogy mit csinál a céged, de olyan meggyőző módon, hogy mindenkit lehengereljen és meggyőzzön. Tök jó volt. Jó volt hallani, hogy ezt én így tudom már csinálni, jó volt látni az összes számot a papírokon előttünk, amiért megdolgoztam, és ez egy több, tehát egy pozitív megtapasztalás lett abból, amitől eredetileg rettegtem. És ez igazából már nagyon sokszor sikerült így megfordítani az elmúlt 10 év során, mióta aktívan dolgozom azon, hogy egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb életet éljek, amiben tényleg én vagyok a főnök a saját döntéseim felett, és nem csak hagyom, hogy úgy sodródjak az érzelmeim után, és beleragadjak a különböző negatív dolgokba. Ez nem mindig tökéletes, tehát ez sem egy ilyen fekete-fehér történet volt, visszalépések történtek, de igenis lehet pozitívan hozzáállni, és totálisan lehet mosolyogni az adóhivatalban is. Elmondom nektek, hogy a magyar adóhivatal meg a holland adóhivatal lényegében nem különbözik annyira. Tehát aki ott ül veled szembe, az tényleg a munkáját végzi, tényleg csak papírokkal, számokkal dolgozik egész nap, és ez megkíván egy bizonyos karaktert, akivel nem mindig könnyű kommunikálni. Nem azt mondom, hogy nincsenek kivételek, de ez egy ilyen játék, és ezt el lehet fogadni, és lehet benne jókedvűen részt venni. A harmadik az pedig az, hogy nem szabad feladni egy vállalkozást, tehát hogy ez úgy megy, hogy nekem is vannak napok, amikor úgy kelek föl, vagy a nap közepén jön rám, hogy van-e értelme ezt csinálni. Harmadik éve csinálom, a jövedelmem nagyon-nagyon picike, mert lassan építkezek, eldöntöttem, hogy nem veszek föl hitelt, hanem mindent a saját erőnkből csinálunk, a weboldal, az összes anyag, mindent mi csináltunk, az egész így a hátamon pihen, és közben ugye az első fiam újszülött volt, mikor kezdtem, és a másodikat megszültem egy viszonylag nehéz terhesség után. Sokszor feladhattam volna, de tudjátok mit? Az az igazság, hogy egész életemben családokkal és üzlettel foglalkoztam. Icipici voltam, amikor elkezdtem tanítani, mindig is tanítottam, mindig is ezt szerettem volna csinálni, ezekkel a témákkal, hát mikor, ha nem most? Nincs tovább, nincs más lehetőség, ezt meg kell csinálni. Nem tudom a választ nagyon sok mindenre, és pont a napokban volt egy ilyen nagyon mély időszakom, de ahogy ma ott ültem, rá kellett jönnöm, hogy amit csinálok, igenis létezik, akkor is, hogyha olyan nagyon picike a jövedelem, és nem szabad abba hagyni, mert ugyan valamilyen titkos módon nagyon kevesen kommenteltek, pedig tök jó lenne, mert azért hallom élőben, hogy fú, olvastam a blogodat, tök jó volt, amit írtál, tök jó volt, amit mondtál, de nagyon sok minden totál láthatatlan, és nem tudom, hogy jó irányba megyek-e, csak érzem, hogy amit csinálok, arra van szükség, és nyilván a racionális rész is számít, hiszen azért én egy üzletasszony vagyok, nekem egy nemzetközi üzleti diplomám van, tehát általában elnézést a szirénáért. Általában azért tudom, hogy mit csinálok, mondjuk rá, hogyha a saját cégedről van szó, akkor ez nem úgy működik, mint amikor nagy multiknak adtam tanácsot, tehát ez sokkal nehezebb, de minden esetre nem szabad feladni, és végig kell gondolni, és föl kell állni, és újra el kell indulni, mert mikor, hogyha nem most, mindig lesz egy másik ok, amiért nem most kéne csinálni, úgyhogy remélem, hogy ezzel a videóval saját magamat is inspirálom a jövőben, mert higgyétek el, hogy rám fér, és hogyha tetszett ez a videó nektek, vagy akkor is, hogyha nem, vagy hogyha szeretnétek valamit hozzáadni, először is iratkozzatok fel, nyomjátok meg azt a kis csengőt is hozzá, hogy lássátok, hogyha új videót töltök föl, másrészt írjatok nekem, üzenjetek nekem. Hamarosan Budapesten leszek, most októberben, erről készítettem egy másik videót, ami nem tudom,
hogy lesz kint az interneten ezzel együtt, vagy egy picit később, de a lényeg az, hogy megtalálhattok engem a Kecskeméti Babahordozó héten, ott fogok egy előadást tartani a kötődés pszichológiáról, illetve megyek a Lelesli konferenciájára, és az első magyar babahordozó konferenciára is, tehát hogyha szeretnétek velem kapcsolatba lépni, bármelyik témámmal kapcsolatba, vagy csak beszélgetni, akkor nagyon remélem, hogy találkozunk, vagy online, vagy élőben, Budapesten, vagy akár itt Dél-Hollandiában, ahol lakom. Úgyhogy ez volt a mai videó. Remélem, hogy sikerült benneteket egy kicsit inspirálni, és nagyon nagy szeretettel várom a következő találkozásunkat. Sziasztok!